Szeretettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján hagyományos Erzsébet napi hangversenyünkön. Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg. Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni. S aki csak valamit tesz ez irányába, már nem élt hiába. Gondolom, föl sem kell tennem a kérdést, hogy ki mondta ezeket a szavakat. Kodály Zoltán. A fellépő kórusok ma igyekeznek ezt megteremteni, azt a bizonyos csodát, amit a zele jelent számukra és számunkra. Ezúton köszönjük Czab Zsolt plébános úrnak, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére 1909-ben felszentelt főplébánia templomban csendülhetnek fel a kórusművek. Köszönjük Pest Erzsébet önkormányzata, a Csili Művelődési Központ és a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola támogatását. Felkérem Szabados Ákos polgármester urat, nyissa meg mai koncertünket. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy önkormányzatunk nevében is köszöntsem a jelenlévőket. Én is szeretném megköszönni Czab Zsolt atyának a lehetőséget, hogy közel 30 év óta van alkalom ezt az ünnepi rendezvényt templom falai között megtartani. És természetesen ezúton köszönöm valamennyi kerületi gyülekezetnek, hogy az Erzsébet napok rendezvény sorozat alkalmával is és egyéb rendezvényeink során is helyszínt biztosítanak, sőt aktív közreműködésükkel, korusaik felléptetésével részt vesznek a kerület kulturális életében, a kerület közéletében. Azt gondolom, minden egyes ilyen alkalom hozzájárul nem csak a lelkünk épüléséhez, hanem a közösség építéséhez is. Ezért Pest Erzsébet életében az Erzsébet napok egy kiemelt időszaknak tekinthető. A mai kórus hangverseny ennek úgymond a zárása, de egy új időszaknak, az adventi időszaknak egyúttal a nyitása is, hiszen majd ezt követően, gondolom önök közül sokan velünk tartanak a Városháza elé az adventi gyertyagyújtásra. Bízom benne, hogy az előttünk álló ünnepnapok, a várakozással teli elkövetkezendő idő mindenkinek nyugalmat, megbékélést és lehetőség szerint áldott békés ünnepeket fog elhozni. Kívánok önöknek ezúton is boldog karácsonyt, és minél boldogabb eredményekben gazdag új esztendőt, és hogyha megengedik valamennyünk nevében, Rózsa Völgyi Ildikónak külön szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő a házigazdája és szervezője, motorja ennek a mai alkalomnak. Külön köszöntöm a fellépő kórusokat, és köszönöm, hogy ezt a rendezvényt megtisztelik és magukénak tudják. Ildikó, a sokadik ilyen típusú ünnepi koncert felkészülése, átgondolása az rutinból megy, vagy mindig egy különleges élmény? Mondhatom azt, hogy részben van benne rutin is, de mindig át kell gondolni, hogy mihez szeretnénk kapcsolni, és hány kórus szeretnék meghívni erre. Tehát is az a válaszom. Most idén, tehát 2018-ban mi volt az, ami átlengte a gondolkodást? Most az, hogy egy örömkoncertet szeretnénk adni, igazából most nem kapcsoltuk senkihez, sem a koncertet. Ellenben sajnos ennek van most egy nagyon szomorú aktualitása, és akiről majd meg is fogok emlékezni, arról a kiváló karnagyról, aki a Csili férfi karát vezényelte annak idején évekkel ezelőtt, és őtőle vettem már tulajdonképpen ezt a stafétabotot, hogy az Erzsébet napi kórus hangversenyeket rendezzem. Őt pedig úgy hívták, hogy Anker Antal, kiváló zenepedagógus, karnagy volt, szaktanácsadó, és sajnos pont most októberben hunyt el, november végén temették. Úgyhogy azt hiszem, most ezt a koncertet az ő emlékének kell, hogy szenteljük. Isten nyugosztalja, mi az, ami egyébként jellemzi a kórus életet Pest Erzsébeten ebben az esztendőben? Szép számmal vannak kórusok, van új kórus is természetesen, régi kórusok is gyönyörűen
működnek, sokat szerepelnek, sok hangversenyen lépnek föl, és reméljük még alakulnak is majd még kórusok, és nagy kórus hangversenyeket rendezhetünk itt Erzsébeten. Milyen műveket lehet ma hallani, csak néhányat ízelítő? Változatos, mert tulajdonképpen a Gregoriántól a középkori dallamokon át a modern darabokig minden megtalálható, és hát természetesen egy hangverseny nem lehet Kodály nélkül, tehát Kodály művek is fölhangzóznak majd. A templomból viszont jó néhányan átmennek majd a Városháza előtti térre, ahol az adventi készülődés jegyében lesz majd ünnepség, és ott gyerekek énekelnek. Mit lehet róluk tudni, illetve arról a programról? Igen, megkértem a kórusokat, és meg természetesen majd a közönséget, hogy fáradjanak át 5 órára erre az adventi gyertyagyújtásra. Ott pedig a József Attila Általános Iskola, hivatalosan József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolának a Vivace Kamara kórusa fog vezényelni, kolléganőm szerepelni, és kolléganőm Barbara, meg én jó magam fogom majd a csoportot dirigálni. Milyenek a gyerekek? Nagyon lelkesek, és nagyon szép műveket találtunk, és nagyon szép művekkel készültünk erre az első adventi ünnepélyes gyertyagyújtásra. Amikor a pedagógusok, karnagyok megpróbálnak valamit betanítani egy gyerekkórusnak, akkor előfordul az, hogy valami könnyen megy, mint a karikacsapás, más meg bizony nehezen? Ez így van, és van olyan mű is, amire azt mondják a gyerekek, hogy fú, ezt mi nagyon nem szeretjük, és nem szeretnénk énekelni, és mondtam, próbáljuk meg, és amikor összeáll már az egész, akkor mondták, hogy hát kár lett volna ezt nem megtanulni. Nem könnyű természetesen, mert azért mindig a korosztálynak megfelelő művet kell választani. Most ebben az esztendőben a gyerekek mivel kedveskednek majd a publikumnak? Népénekekkel, tehát karácsonyi, adventi, nem karácsonyi, hanem adventi népénekekkel, kánonokkal fognak, és természetesen lesz egy középkori kétszólamú mű is, ami megszólal.